Látványos bemutató a Tiszatónál, hamarosan átadásra kerül, asszály mérésére szolgáló eljárás, drága a barack. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2022. július 25-én 18 óra 5 perckor. A Tiszatavi Régiós Koordinációs Közbiztonsági Bizottság tagjai a tó partján értekeztek a bátszalókon. Az üléssel párhuzamosan a szakemberek balesetmegelőzési programokkal is várták az érdeklődőket. A tiszai vízirendészeti rendőrkapitányság munkatársai, a Nyíregyházi Tűzoltó és Vízimentő Egyesület, valamint a Tiszafüredi Polgárőr Egyesület vízitagozat tagjaival közreműködve látványos vízből mentési bemutatót tartottak, ami vonzotta a partról a kíváncsi tekinteteket. Tiszatavi Régiós Központi Koordinációs Bizottság egy értekezletet hajtott végre, és ez alapján végrehajtottunk egy vízből mentési bemutatót is. Ennek az a célja, hogy a szakemberek, mint a vízirendőrök, mint a vízimentők, esetleg más stratégiai együttműködők egy bajba jutás esetén megfelelően tudjanak, és szinte rutinszerűen tudjanak egy vízből mentést, egy életmentést, akár egy újraélesztést végrehajtani. Nyilván itt a nyár folyamán, akár Magyarország nyílt vizein több alkalommal kerülhet erre sor. Erre vonatkozóan mit lehet elmondani, mik az adatok, illetve milyen sérülésekkel találkoznak a vízimentők? Hát a vízirendészet az fokozott vízirendészeti ellenőrzéseket hajt végre a péntek, szombat, vasárnapi napokon, azokban az időszakokban, amikor a turisták legtöbben vannak a nyílt vízen és a vizek vízpartok térségében. Volt az idén vízbefulladásunk, sajnálatos módon több esetben felhevült tester ugrottak bele a folyóba, vagy a Tiszatóba, és ennek kapcsán elmerültek, tehát arra mindenféleképpen felhívnám a figyelmet, hogy tele gyomorra, felhevült testtel, alkoholtól befolyásolt állapotba azért ne menjünk fürdőzni, ha meg tényleg evés után akar menni, akkor várjon egy kis időt arra, hogy az adott fürdőző, hogy a teste regenerálódjon, és akkor utána menjen fürdőzni. Arra mindenféleképpen rá kell világítanom, hogy hajózó útba sokan fürödnek tiltott módon, tehát ez nagyon veszélyes, mert egy nagy teljesítményű kisgéphajóval, egy jetskivel adott esetben nem minden esetben látják azt a úszó szemét a hajózó útba, és nyilván ebből tragikus következmény is lehet. Úszóművek, hídlábaknak a térségében, 100 méteres körzetében tilos a fürdőzés. Az is különösen veszélyes, mert alásodródhatnak az úszóművek alá az állampolgárok, illetve hídlábak térségében örvények keletkeznek és lehúzzák a fürdőzőt a mély vízbe. Az elmúlt évek statisztikai adatai alapján nőtt vagy csökkent ez a szám, ez a tendencia? Szerencsére csökkenő tendenciát mutat a vízbefulladások száma. Nyilván az az egy eset is nagyon sok, főleg annak az állampolgárnak, aki vízbe fullad, illetve annak a közvetlen családtagjának, családjának. A Tiszai Vízirendészeti Rendőrkapitányság fokozott ellenőrzéseket végrehajtja, és elsősorban az ittas vezetők kiszűrését előtérbe helyezte az idei évben, hasonló módon az előző évekhez képest. Jelentős számban szűrtünk ki olyan személyeket, akik a vízi közlekedésben ittasan vettek részt, és akár bűncselekményi értékhatárt mértünk náluk az alkohol befolyásoltság tekintetében. Az elmúlt időszakban mindannyian szemtanúi lehettünk a városunkban történő nagymértékű átalakulásnak. A megszokott mozgástér helyenként átmenetileg módosult, hogy aztán egy megújult infrastruktúra vegye át a helyét. A folyamatos tájékoztatások alapján a lakosság részletesen értesülhetett a fejlesztésekről, de az újítások komplexitása mindig csak a létesítés végső szakaszában tárul a szemünk elé. Jelen pillanatban a projekt ezen fázisába érkeztünk. Az újabb fontos mérföldkőről Szepesi Tibor polgármesterrel beszélgettünk. Hivatalosan még azt kell, hogy mondjam, hogy nem lehet használni, de mindenképpen lehet próbálgatni, hiszen műszakilag elkészült.
egy újabb mérföldkövéhez, illetve fordulópontjához érkezett a kerékpárút építés, illetve felújítás az egész városban, hiszen ahol most állunk, ugye egy vadonatúj kerékpárút építése zajlott a Széchenyi sugárúton, illetve a hozzá kapcsolódó különböző részeken, megújult a Bereki kerékpárút egy része, a Madarasi kerékpárút felújításra került, illetve a piac környékén, a Dériné környékén, a Táncsics Mihály utca egyes részein, illetve a Madarász Imre úton is kerékpársáv került kijelölésre. Tehát, ahogy mondtam, egy újabb fordulópontjához érkezett, hiszen műszakilag tökéletesen elkészült és kész van. Jelen pillanatban az a műszaki átadás átvételi folyamat zajlik, illetve a használatba vételi engedélyeknek a kiadása zajlik, amellyel majd úgymond hivatalosan is birtokba lehet venni. Egy ünnepélyes átadás után lehet majd valóban használni hivatalosan is ezt az utat. De ahogy mondtam, nem árt vele gyakorolni, hiszen már nagyon sokan használják, és azt gondolom, hogy nagyon helyes, hogy már a kerékpárutat használják. Nyilván oda kell figyelni ezekre az új szabályokra, oda kell figyelni arra, hogy hogyan és milyen módon lehet magát a kerékpárutat, illetve azokat a kijelölt kerékpáros nyomvonalakat használni, amelyek a pályázat alapján, pályázat közben készültek el. Ezért is tartottuk azt fontosnak, hogy több lépcsőben tudjunk tájékoztatást adni. Ennek egy része az, amely most a Karcagi Hírmondó mellékleteként hívja fel a figyelmet a kerékpáros utak, kerékpáros szakaszoknak a pontos és jogszabály követő közlekedési szabályokat betartó használatára. Én kérem azt, hogy mindenki lapozgassa, ismerkedjen ezekkel az új szabályokkal, hiszen Karcagon eddig ehhez köthető szabályok nem voltak. Nem volt kerékpársáv kijelölve, nem voltak kerékpáros átvezetések, nagyon sok helyen, most már itt a posta kereszteződésében is ugye lámpás kerékpárút átvezetés van, tehát ez mind-mind egy olyan újfajta közlekedési morált és újfajta odafigyelést igényel, amire azért föl kell készülni. És ami nagyon fontos, hogy nem csak a kerékpárosoknak kell fölkészülni ezekre a szabályokra, és körültekintéssel odafigyelve betartani ezeket, hanem a gépjárművezetőknek is. Hiszen közös érdekünk az úthasználóknak, akik ugye használják a köves utat, használják a kerékpáros utat, hogy mindenki tartsa be a szabályokat, hiszen csak akkor lesz biztonságos és mindenféle balesetmentes a közlekedés, ha minden oldal betartja ezeket a szabályokat, az autóvezetők is, nyilván a kerékpárosok, illetve a gyalogosok is, amikor olyan megközelítése van ezeknek az úton való áthaladásoknak. Tehát ez az egyik része. A másik része pedig az, hogy szeretnénk ebben az ismertető szakaszban egy rendezvényt is szervezni, és ezért van egy hétvégén az újságban megjelenő tájékoztató programfüzet, illetve az a családi kerékpáros nap, amelynek keretében lehet majd ezeket a szabályokat megismerni. Én biztatok arra mindenkit egyrészt, hogy lapozgassa, másrészt azt, hogy vegyen részt ezen a rendezvényen, és ami a legfontosabb, hogy amikor majd megtanulta és odafigyelt, akkor minden egyes nap, minden egyes közlekedésnél tartsuk be ezeket a szabályokat. Milyen forrásból valósultak meg ezek az útszakaszok? Állami támogatás volt, ez toppos forrás, tehát toppos Európai Uniós forrásból valósult meg. Még jelenleg, ahogy mondtam, zajlanak bizonyos részei ennek a pályázatnak, úgy mint a használatba vételi engedélyek megszerzése, illetve hát ez a fajta tájékoztatás, amelynek most a hétvégén vagyunk tanúi. Én bízom abban, hogy tökéletes és jó minőségben elkészült kerékpárút kerül majd a karcagiaknak átadásra, a melléket példák azt mutatják, és én nagyon bízom abban, hogy balesetmentesen nagyon sokan fogják, és nagyon sokáig fogják tudni majd használni. Gyakran szokott biciklizni? Igen, persze. Minden nap. Minden nap, és mit szól az új útszakaszokhoz? Szeretjük az új szakaszokat. Hát akkor biztonságban érzi magát tőle. Igen, azt gondolom. Gyerekkel közlekedek, úgyhogy teljesen biztonságos. Fogja használni ezeket az új útszakaszokat? Igen. Fogom, mert sajnos sok kocsi van, meg vannak őrülve, majd elütnek. Jó a bicikli út. De itt akkor biztonságban érzi magát? Igen. Az biztos.
Mit szól az új útszakaszhoz, ami itt épült, illetve a város számos pontján? Jó. Elfogadható, nagyon jó, igen. Örülünk neki. Ennek is, meg hogyha, ahogy épül, annak is. Az aszály mérésére és előrejelzésére dolgozta ki országosan használt eljárást a Szegedi Tudományegyetem geoinformatikai, természet és környezetföldrajzi tanszék kutatói. Az aszály mértékének számszerűsítése nem egyszerű feladat, mivel a jelenség kialakulásában a csapadék mennyiség mellett legalább ilyen fontos a hőmérséklet változása és a megelőző időszak csapadék és hőmérsékleti viszonyai. Legalább ilyen komoly kihívás az aszály előrejelzése, megbízható csapadék előrejelzés legfeljebb 10-14 napra adható. A jelenlegi aszály mértékéből és a várható csapadék mennyiségből csak valószínűsíthető a vízhiány alakulása. Az aktuális aszály két legfontosabb, a megelőző időszak csapadék és hőmérsékleti viszonyai által meghatározott jellemzője, a talajnedvesség és a növényzet állapota, melyek alkalmasak a folyamat bizonyos fokú előrejelzésére. Az STE kutatói már több mint 10 éve végeznek az aszály előrejelzését segítő, műholdas távérzékelésen alapuló vegetáció és talajnedvesség méréseket. A talaj felső rétegében lévő nedvesség tartalom nagy területen legjobban radarjelet használó műholdakkal mérhető. Korábban ezek csak nagyon alacsony, több kilométeres felbontással tudták érzékelni a talajnedvességet, de a közelmúltban új adatok és módszerek váltak elérhetővé, amelyekkel a felső rétegben lévő vízmennyiség 100x100 méteres részletességgel több száz négyzetkilométeres területen megbecsülhető. A növényzet megfigyelése a látható, a közeli infravörös és a termál infravörös hullámhozban gyűjtött adatokkal történik 2-3 napos gyakorisággal. Ha bizonyos területeken a növények fejlődése más területekhez, vagy a hosszú távú megfigyelésekhez képest a várhatónál gyengébb, az a vízhiány jele lehet. A szegedi kutatók műholdak segítségével akár 10x10 méteres térbeli felbontással hetente legalább kétszer az egész országra kiterjedően tudják megfigyelni a vegetáció változását. A talajnedvesség meghatározásának közvetlen módja a pontszerű földi mérés. A kutatók olyan eljárást dolgoztak ki, amellyel a meteorológiai monitoringállomások 6 különböző mélységben végzett talajnedvességméréssel kiegészített adataiból kiszámolható a vízhiány. Ez az adat kiválóan alkalmas arra, hogy már a vegetációs időszak kezdetén, tavasszal előre jelezze a nyári aszály valószínűségét. Tavasszal a talaj felső 70-80 cm-es rétegének a megelőző őszi-téli időszak súlyos csapadék hiányára visszavezethető szárassága komoly aszály kialakulását vetítheti előre. Így amennyiben az átlagosnál nem csapadékosabb a tavasz és a nyár elő, komoly mezőgazdasági károk alakulhatnak ki, ahogy idén is. Az STE kutatói az Országos Vízügyi Főigazgatóság koordinálásával és az Alsó-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság munkatársaival új napi bontású aszályindexet dolgoztak ki, amely az operatív vízhiány értékelő és előrejelző rendszer www.aszálymonitoring.vízügy.hu alapját képezi. Országszerte már több mint 110 állomáson gyűjtik a meteorológiai és talajnedvesség adatokat, melyek feldolgozása segítséget nyújt a nyári öntözésre való felkészüléshez. Drága lesz idén a lekvár, ennek jártunk utána, hogy miért. A sárga barack jó ideje nem tartozik az olcsó gyümölcsök közé, idén is elég rendesen elszabadult az ára ennek a kedvelt lekvár alapanyagnak. A szakértők jelentése szerint 2022-ben nincs hiány belőle, a tavaszi fagyok nem tizedelték meg a termést, mint tavaly, de ezúttal az aszály okozott súlyos károkat az ültetvényekben. Sok rossz év után azt hittük, hogy idén végre eljön a Kánaán, és jó lesz a barack termés. Megúsztuk a tavaszi fagyokat, és szépen indult az év. De aztán itt Hajdúszoboszló környékén már gyakorlatilag 2 hónapja nem esett az eső, ami azt eredményezi, hogy a barackok éretlenül fotyognak le a fáról. Ha nem lesz a napokban egy kiadósabb csapadék, akkor én úgy gondolom, hogy reménytelen lesz a barack termés idén is. Nyilván szeretnénk jól felkészülni a remélhetőleg várható szezonra, de nagyon nehéz olyan szezonális munkaerőt találni, aki szívén viseli a termés és a fák sorsát, óvatosan, szépen tudja leszedni a barackot,
és nem csillagászati összeget szeretne órabérgyanánt elkérni. Nagyon nehéz megjósolni, hogy mennyi barackot tudunk a fán tartani ekkora aszályban. Nyilván mindenféle megoldást szeretnénk kitalálni arra, hogy mennyire tudunk öntözni. A hidránsról szoktunk kiépíteni egy öntözőrendszert, és van két nagyobb medencénk, amiben elméletileg gyűjtenénk a csapadékot, de idén nem volt mit. A jó hír az, hogy a fogyasztói piacok mellett most is vannak szedd magad, vagy szedd és vedd magad akciók országszerte, ahol a boltiár töredékért juthatnak hozzá ehhez a finom és egészséges gyümölcshöz. Az EU belső piacán a legnagyobb friskajszi exportőr Spanyolország, a legnagyobb friskajszi importőr pedig Németország. Az Unió friskajszi külkereskedelmi egyenlege pozitív. A kiszállított mennyiség 21 ezer tonnára változott 2020-ban, az egy évvel korábbihoz képest. A legnagyobb célpiac Svájc és Ukrajna volt. A közösség harmadik országokból történő kajszi behozatala nem számottevő. 13,9 ezer tonna volt 2020-ban. Törökországból a kétszeres mennyiség 10,4 ezer tonna, Szerbiából 60%-a kevesebb, 1,8 ezer tonna kajszi érkezett. A KSH adatai szerint Magyarországon a kajszi termése 14 és 25 ezer tonna között mozgott az elmúlt 5 évben. A kajszi kivitele 80%-kal 575 tonnára esett 2020-ban. A legnagyobb célpiac Ausztria volt, ahová 215 tonna kajszit szállítottak. A friss kajszi importja döntően Spanyolországból és Németországból 11%-kal 1,3 ezer tonnára csökkent 2020-ban az előző évihez képest. A terméskilátások jobbak a gyümölcspiacon, mint az elmúlt két évben, de a már piacra került termékek esetében a termelési költségek zöldségekre is jellemzően 25-50%-os emelkedését az átvételi árak nem tükrözik. Kedves nézőink, napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön, a www.karcagtv.hu weblapon, vagy töltsék le a Karcag Media Centrum applikációnkat az App Store vagy a Google Play áruházból. Viszontlátásra!